Lelőttek három csendőrt Franciaországban, egy negyedik pedig megsérült szerdára virradóra. A közép-franciaországi Saint-Just településen családon belüli erőszak miatt riasztották a hatóságokat. A csendőröket akkor érték lövések, amikor megpróbáltak megmenteni egy nőt, aki egy ház tetején keresett menedéket. A lövöldöző ezután felgyújtotta házát, majd elmenekült. A helyszínre több száz rendőrt vezényeltek. Gérald Darmanin belügyminiszter közölte, hogy az elkövetőt később holtan találták. Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren azt írta, hogy a francia nemzet osztozik a meghalt csendőrök családjainak fájdalmában. A rendfenntartók az életüket kockáztatják, hogy minket megvédjenek. Ők a mi hőseink, írta az államfő. A megfenyegetett nőt biztonságba helyezték és kihallgatják. A lövöldözőt állítólag már ismerte a hatóság gyermekfelügyeleti kérdésekkel kapcsolatos esetekből.